Újabb városokban borult az ellenzéki együttműködés. Szolnokon a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa mozgalom, Török Bálinton pedig a szocialisták akadályozhatják meg, hogy az ellenzék egyetlen közös jelöltet indítson ősszel. A pártok között mostanra több vidéki városban és a fővárosban is zavaros helyzet alakult ki. A főpolgármesteri posztért jelenleg négyen is versenyben vannak, miután pénteken Berki Krisztián is beszállt a küzdelembe. Egészen a bejelentés határnapjáig még vitatkozhatnak a szolnokiak, hogy ki legyen a jelölt. Ezekkel a szavakkal próbálta magyarázni az újságíróknak Márki-Zay Péter azt, hogy az ellenzéki pártok Szolnokon több más település mellett miért nem tudtak megegyezni a közös polgármester jelöltről. A Mindenki Magyarországa mozgalom elnöke szerint erre még bőven van idő, és akár közvéleménykutatás alapján vagy előválasztással is dönthetnek a szolnokiak. Csak hogy sajtóhírek szerint a városban egyre nagyobb a káosz az összefogás körül, és éppen a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa mozgalom verheti szét végleg az együttműködést. Csütörtökön az Origó írta meg, hogy a pártok decemberi egyessége alapján az MSZP-s Radócz Zoltánnak kellene indulnia, ám a háttérben többen is a Mindenki Magyarországa mozgalom elnökségi tagját Lukácsi Katalin támogatják. Közben úgy tudni, a jobbikos Csikós Attila is polgármesteri ambíciókat dédelgetett, de mögé egyetlen baloldali párt sem sorakozott fel. A lap szerint Csikós Attila ezután átpártolt Lukácsi Katalinhoz, ami miatt viszont saját pártjának országos elnökségével került szembe. Az, hogy ki kivel van Szolnokon, szombaton Márki-Zay Péter válaszából sem lett világosabb, de a politikus szerint a lényeg az, hogy ők az egységet támogatják, még akkor is, ha elnökségi tagjuk Lukácsi Katalin más ellenzéki jelöltekre indulna rá ősszel. Lukácsi Katalin az MMM elnökségi tagja, de nem az MMM jelöltje Szolnokon, hanem a Jobbik és a Momentumnak a jelöltje. Az MMM mindenképpen az összefogást fogja támogatni, tehát a mi célunk az, hogy a szolnoki ellenzék állapodjon meg. Radócz Zoltán mögött egyébként ugye a Jobbiknak egy része, az MSZP-nek egy része, és a DK sorakozott föl, tehát a Momentum és a Jobbik központi elnöksége nem tartotta őt ideális jelöltnek. Nem tudunk egy személyeskedésre, lejáratásra épülő kampányt támogatni. Ezt már az MSZP Török Bálinti szervezetének elnöke írta egy a szavazóknak kiküldött körlevélben. Az együttműködés a Budapest környéki városban Szolnokhoz hasonlóan szintén csütörtökön borult, amikor Szentmiklósi Tóth Tamás leszögezte, hogy a helyi szocialisták nem vesznek részt az ellenzéki szövetségben. A politikus szerint az eddigi kampánnyal egyetlen baloldali gondolkodású Török Bálinti sem tud azonosulni, akiket csak akkor tudnak hitelesen képviselni, ha elhatárolódnak az összefogástól. Igen, indulok. Nem jobb a helyzet a fővárosban sem, ahol a főpolgármester jelölti posztra Zsinórban a 8. ellenzéki jelölt jelentkezett be pénteken. Berki Krisztián egy medencéből előmászva jelentette be, hogy megméretné magát októberben, és ha Horváth Csabához, Kálmán Olgához, Smuk Kandorhoz, valamint Kerpel Frónius Gáborhoz hasonlóan nem lép vissza, akkor az eddigi 8 jelöltből 4-en biztosan el is indulnak Tarrós Istvánnal szemben. Az ellenzéki szavazókért Berki Krisztián mellett így az MSZP párbeszéd, a DK, az LMP, a Jobbik és a Momentum támogatását élvező Karácsony Gergely. Dekriminalizálnám a kanabisznak a fogyasztását. A liberális Schermer Ádám. Akkor nem lesz előválasztás. És a független publicista Puzsér Róbert indul majd. Utóbbi, ahogy eddig minden ellenfeléről, szombaton Berki Krisztiánról is lesújtó véleményt fogalmazott meg. Remélem a hír igaz, és a vasalt heréjű Protein Sámán elindul a főpolgármesteri címért. Fakad ki Puzsér Róbert, és hozzátette, hogy nem szívesen lenne Karácsony Gergely helyében. Berki Krisztián ugyanis a zuglói polgármesternél sokkal meggyőzőbben adja elő a szociopatát.